Úgy is le lehet vágni az állatokat, úgy is le lehet ölni az állatokat, hogy humánusan, emberségesen. Tényleg? Nekem ez olyan fából vaskarikának tűnik, de vizsgáljuk meg ezt a kérdést, jó? Humánus leölés, humánus mészárlás. A nagy fából vaskarika. Ilyen nincs, ilyen nem létezik. Régebben én is bedőltem ennek a koncepciónak, hogy jó, hát persze, mert érzéstelenítést használnak, meg nem érzi az állat, meg le lehet ölni humánusan is, meg ilyenek. Két dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy az érzéstelenítés nagyon sokszor nem működik. Gázzal elkábítják meg, ugye több módszer is van erre. Az esetek túlnyomó többségében, különösen a nagyüzemi állattartásban nagyon sokszor teljesen maguknál vannak az állatok. Ez az egyik. A másik meg, hogy eleve az, hogy humánus lemészárlás, humánus leölés, több mindegy, hogy minek, humánus vágás, ugye több szót is használunk erre. Nyugaton mondhatjuk úgy is, hogy humánus gyilkosság, így már még inkább bejön az, hogy mi zajlik valójában, hát eleve tök abszurd. Eleve abszurd a kifejezés, hogy humánus gyilkolás. Ugye nincs, hogy humánus gyilkolás. Ugyanis eleve valakinek, aki nem akar meghalni, elveszed az életét. Eleve elvenni valakinek az életét, aki nem akar meghalni, az hol humánus, az nem lehet, eleve nem lehet humánus. Tehát itt jön be az, hogy ez teljesen fából vaskarika. És eleve az a tény, hogy annak az állatnak az életét a tetejébe azért veszik el, mert te fizettél érte, és a te kényelmed, meg a te ízlelő bimbóid kedvéért, az meg ugye még egy további dimenziót ad ehhez az egész kérdéshez, és még, ha igazán belegondolsz, tényleg belegondolsz, még értelmetlenebb az egész. Ebben nem, hogy semmi humánus nincsen, hanem teljesen abszurd, kegyetlen, teljesen felesleges dolog, teljesen feleslegesen okozunk szenvedést. Hát olyan, hogy humánus levágás, humánus gyilkolás, humánus módja bárki életének az elvevésének, pláne úgy, hogy feleslegesen, mert ugye nincs szükségünk rá a túléléshez, így meg aztán pláne olyan, hogy emberséges leölés, humánus gyilkolás, ilyen nem létezik. Ahogy egy darab fából nem tudsz vasat csinálni, humánusan sem tudsz gyilkolni.